Pécsváros híradója. Szeptember 17-én csütörtökön önök a Pécs TV híradóját látják. Jó estét kívánok! Röviden néhány hír és esemény városunk életéből, a Pécs ma esti témáiból. Megkezdődött a Pécsi Napok programsorozata. Hozzájuthat-e vagyonához az önkormányzat? Újabb adománygyűjtő konténerek Pécset. A meglehetősen zord időjárás ellenére is megkezdődött az idei Pécsi Napok. A Széchenyi térre tervezett ünnepélyes megnyitót ugyan az ifjúsági ház előtti fesztivál sátorban tartották meg, így is sokan kíváncsiak voltak az immár 8. alkalommal megrendezett fesztivál nyitó eseményére, a fúvós zenekarok parádéjára. A következő 10 napban reméljük valamivel derűsebb időjárás mellett a város több mint 30 helyszínén közel 400 rendezvényből válogathatnak fiatalok és idősebbek. Idén is megválasztják Pécs szépét, sor kerül a szőlő és zsor ünnepére, a veteránautók találkozójára. 5. alkalommal az Európai Bordal Fesztiválra. Színvonalas koncertek köszöntik a magyar jazz ünnepét. A fesztivál idején számos konferencia, kiállítás, nemzetiségi és folklór műsorok, játszóházak várják az érdeklődőket. Az eseményekről a Pécs TV stáb felvételt készít, s ebből önök is ízelítőt kaphatnak. Holnaptól minden este 7 órakor Pécsi Napok krónikája a Pécs TV-ben. Pár évvel korábban az önkormányzatok tetemes pénzösszegeket kaptak a DD Gáz privatizációja után. Az alkotmánybíróság egy döntése alapján még jócskán jár pénz Pécs városának is. Az már bizonyos, az összeg 300 és 800 millió forint között van, de hogy mikor ér ide, az még kérdéses. Évekkel ezelőtt az önkormányzatok vélhetően talált pénznek tartott DD Gáz privatizációjából megkapott összegeket. A cég vagyonának 40%-át szerezte meg akkor 3 megye, köztük Baranya is. Pécs viszonylatában ez az összeg 273 millió forintot jelentett. Az alkotmánybíróság egy döntése alapján azonban további 50% jár még az önkormányzatoknak. Papp Béla alpolgármester elmondta, az országban szétosztandó összeg 10 milliárdos tételeket jelent. Körülbelül 10 vagy 10% alatti részvény maradt tudomásom szerint az APVRT birtokában, hát ebből nem lehet 50%-nyi részvényt kiadni, tehát nyilvánvaló készpénzes megváltás lesz a technikája. Na most néhány 10 milliárd forint viszont már számít az állami költségvetésbe is, tehát azt gondolom, bár nem szeretném, ha ez történne, hogy nyilván a kormányzat el akarja húzni ennek a dolognak a rendezését. Mindez egyenlőre csak egy elvi döntés, még ha kötelező is. Az alkotmánybíróság nem határozott meg konkrét időpontot a kifizetésekre, így az önkormányzatok egyenlőre a várakozáson kívül semmit sem tehetnek. A 40%-kal ugye összevetve az 50%-ot, tehát körülbelül 300 millió forint lenne az, ami névértéken történő részvény megváltással az önkormányzathoz jutna, de ez névérték, itt semmilyen kamatot nem számolunk az elmúlt évek kamatait nem számítottuk fel, és hogyha egy olyan helyzet állna elő, hogy mondjuk azon a árszinten, vagy azon a értéken adnák ki a részvényeinket, amennyiért például eladták a Lurgáznak, akkor körülbelül 800 millió forint járna. Most valószínűleg, hogy a kettő között lesz majd az az összeg, amit Pécs önkormányzata valamikor majd megkap. Papp Béla szerint a legóvatosabb beslések szerint is csak jövő év végére juthat pénzéhez az önkormányzat. Hogy mi lesz a több száz millió forint sorsa, még nem tudni. Az minden esetre biztos, a városban bőven lesz helye a pénznek. Októberben a rendszerváltozás óta immár harmadszor önkormányzati választásokra kerül sor. A Fidesz tegnap tartotta kampányítóját. Dr. Trombitás Zoltán, a polgári pártok közös polgármester jelöltje, tegnap a Palatinus szállóban tartotta kampányító rendezvényét. A választásokról szólva elmondta, programja a kormányprogrammal összhangban készült. Célja többek között Pécs európai integrációs kapcsolatainak fejlesztése. Fontos, hogy a jövőben polgári többségű önkormányzat vezesse a várost, a jelenlegi baloldali többségű testület helyett. A mai kampányító nagygyűlésre meghívtuk Pécs gazdaság és kulturális életének azon szereplőit, akikkel szeretnénk a későbbiekben is együttműködni a program megvalósítása érdekében, annak érdekében, hogy Pécs egy virágzó eurórégió központtá válhasson, és a polgári kormányzattal együttműködve Pécsnek is egy olyan polgári városvezetése lehessen, amellyel sikerül Pécs ezernyi gondjait megoldani, orvosolni, és ezzel azt hiszem, hogy a régió virágzó fejlődő központja lehetnénk.
A közeljövőben módosításokra kerül sor abban az önkormányzati rendeletben, mely alapján a közüzemi RT kiadja a kérelmezőknek a közterület használati engedélyt. A legnagyobb problémák már évek óta folyamatosan a Király utcában jelentkeznek. A szempontok egyeztetése érdekében a közüzemi RT problémafeltáró bejárásra invitálta a tűzoltóság, a rendőrség és a közterületfelügyelet képviselőit. A megjelentek véleménye alapján úgy tűnik, a rendelet csak kisebb módosításokra szorulna, ám a betartatására sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövőben. A tűzoltók szabályai szerint például a tűzcsap mellett 5 méter belül semmi sem lehet, itt talán még 5 cm sincs. A 4,5x4,5 méteres szabadút biztosítása sem sikerül, holott ezt a szabadtéri szezon kezdetén már felfestették az útfelületre. A közterület felügyelet képviselői úgy vélik, mindaddig felesleges a tanácskozás, amíg a helyszíni bírság összege csupán 2000 forint, amit a tulajdonosok úgymond mellényzsebből kifizetnek, akár hetente is. A közterület foglalási engedélyeket évente kell megújítani. Elhangzott olyan javaslat is, miszerint akik nem tartják be a szabályokat, azoktól arra az évre vonják meg az engedélyt. Tenni minél sürgősebben kellene már valamit, mielőtt még a Pécs TV tudósítása arról szólna, hogyan égett porig egy épület a Király utcában vagy a Színház téren. Ami már most tudható, hogy a Város és Környezetfejlesztési Bizottság állásfoglalása és az Építészeti Albizottság 99-es új irányelvei alapján a közüzemi RT egyedi elbírálással adja majd ki a közterület foglalási engedélyeket. Hétfőtől újabb adománygyűjtő konténerekkel találkozhatnak a város különböző pontjain. A bennük elhelyezett használt ruháikkal, cipőikkel az arra rászorulókat támogathatják. Erről hallhattunk ma egy sajtótájékoztatón. Két hónappal ezelőtt egy kaposvári alapítvány megbízásából egy székesfehérvári KFT konténereket helyezett el a város néhány pontján ruhagyűjtés céljából. Az így begyűjtött adományok egy részét karitatív célokra ajánlották fel, más részét értékesítették, s annak 20%-át kapta meg a kaposvári alapítvány. A maradék felett önmaguk rendelkeztek. Sérelmezték önök az önkormányzat döntését, hogy úgymond idegeneket engedtek be a városba? Igen, sérelmeztük, de itt nem az idegene van a hangsúly, hanem úgy gondoljuk, hogy helyi szervezet helyben gyűjtsön adományokat a helyi közösségek számára. A támasz alapítvány pár hónappal ezelőtt a Népületi Minisztériumnál egy támogatást nyert el. Ennek a támogatásnak az a lényege, hogy adománygyűjtő konténereket helyezhetünk ki. A támasz alapítvány utcai szociális munkásai ezekben a konténerekben lehelyezett ruha és cipő adományokat kezelik, és itt egy nagyon komoly karitatív együttműködésről is szó van, mert ezeken a konténereken támasz alapítvány mellett 4 más karitatív szervezet címét, elérhetőséget is föltüntettük. Hol lesznek elhelyezve ezek a konténerek, és mikortól? A konténereket hétfőn szeretnénk kihelyezni, és a Pécs 4 különböző területén, Uránváros, Belváros, Kertvárosba fogjuk ezeket kihelyezni. A kezdeményezésnek hagyományteremtő célja is van. Mi ez? Igen, ezzel a karitatív összefogással üzenni szeretnénk a pécsi önkormányzatnak, üzenni szeretnénk Pécs lakosságának, hogy itt egy nagyon jelentős összefogásról van szó, és úgy tűnik, hogy az adománygyűjtésnek igazából még nincs meg a magyarországi kultúrája. Ennek szeretnénk hagyományt teremteni, ennek lenne egy folytatása, hogy karácsonyi időszak előtt ugyanez az 5 szervezet szeretne egy nagy adománygyűjtő kampányt megvalósítani, ami 2-3 hetes lesz minden bizonnyal. Mint a Sohár Endrétől, a polgármesteri hivatal népjóléti irodavezetőjétől megtudtuk, a székesfehérvári KFT engedélyét felfüggesztették. A városnak fontosabb kell legyen a sajátját támogatni, főleg ha az non-profit alapon működik, és az országban egyedülálló kezdeményezésként. A hét elején Harkányban megtartott nemzetközi úszóversenyről az ANK úszóklub versenyzői 9 éremmel térhettek haza. Volt olyan úszó, aki 3-at is nyert. Ebben a 25 méteres úszómedencében minden nap a kora hajnali óráktól kezdődően szorgalmas úszópalánták róják a kilométereket. Közülük a 11 éves Makány Balázs már több érem büszke tulajdonosa. Legutóbbi versenyen voltam Harkányban, a Harkány Sprint úszóversenyen, ahol nagyon jó időeredményt értem el, gyorson, háton és pillangón. Pillangón második lettem, a másik két versenyszámot megnyertem. Most a 200 háton megpróbálom elérni az országos csúcsomat.
100-on és 50-en már megvan az országos csúcs. A legközelebbi versenyem október 10-én lesz, Balatonfűzfőn, ez is sprint verseny lesz. És remélem, hogy ott is jól fogok szerepelni. Vajon a tanulás és a kemény munka hogyan fér össze egymással? Naponta egy edzésen veszek részt, délután 3-tól 5 óráig, és ez nagyon jó, nagyon intenzíven úszok, és ez nagyon sok segít. A tanulást tudom együtt egyeztetni az úszással, hogy hazaérek, és akkor rögtön tanulok, és egyszerűen estig kell tanulnom, és ez a kettő így fér össze, de meg lehet csinálni. Arra, hogy a monoton edzést oldó vízi kosárlabda játék közben hány későbbi csúcstartó bontogatja szárnyait, a közeljövő adja meg majd a választ. Híradónk végén rövid képes híreink következnek. A fegyveres erő klubja ad otthont a ma kezdődött kétnapos 1998-as országos urológus kongresszusnak. Pécsi és budapesti szakemberek a konferencia legfontosabb témáiról tartottak sajtótájékoztatót, melyen többek között beszámoltak az urológiában elért eredményekről, a problémák hosszú távú kezeléséről és a magyar kutatók részvételéről a nemzetközi klinikai munkában. Ma délután sajtótájékoztató keretében dr. Bejei Árpád rektor mutatta be a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács szerkesztésében kiadott Pannon Almanakot. A kiadvány feladata, hogy összefogja a régió egészségügyben érdekelt szakembereit, fórumot teremtsen a tudományos műhelyek számára és megismertesse az egészségügyben tervezett fejlesztési koncepciókat. Romák a médiában címmel a Független Média a Gandhi gimnáziumban ma indított kétnapos műhely foglalkozást roma civil szervezetek, kisebbségi önkormányzati képviselők, valamint kisebbségekkel foglalkozó újságírók számára. A mai sajtószervezői képzésen túl az érdeklődők 18-án kerekasztal beszélgetésen vehetnek részt, melyet Horváth János vezet majd. A Baranya megyei fodrász szakma átfogva az ipartestületet és a kézműves kamarát, a Baranya megyei vállalkozói a közös szervezésben szeptember 20-án nemzetközi fodrász és kozmetikus versenyt, valamint szakmai kiállítást rendez. A pécsi sportcsarnokba több mint 50 kiállító és magyar, német, osztrák, szlovén versenyzők érkeznek. A rendezvénnyel egyben Rónai László világhírű fodrász művésznek is emléket kívánnak állítani. Kedves nézőink, Önök a Pécs TV híradójának csütörtöki kiadását látták. Szerkesztőségünk új hírekkel, friss információkkal legközelebb holnap este 18:40 jelentkezik. Én valami munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!